Azokból a gyülekezetekből hangzanak el rövid köszöntések, ahol nagy tiszteletű úr szolgált eddigi küldetésében, Ramocsa házáról Nyeste Ferenc egyházmegyei világi főjegyző presbiter mondja el köszöntését, és utána a rakamazi és nyírteleki gyülekezetek ének szóban mondják el áldás kívánásukat, köszöntésüket a lelkésznek. Mint tiszteletes úr 6. teológiai évének helyszínt biztosító Ramocsa háza gyülekezetéből szeretném átadni a megjelent és meg nem jelent gyülekezeti tagok köszöntését. A 112. Zsoltár első két versét olvasom föl. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Rakamazi reformátusság Szorványban volt, és 4 éve lett Krisztusi Egyházközség. Nagy József lelkipásztor volt a lelkipásztor, és ő hívta létre az énekkart is. Fiatal a gyülekezet, de pontosan jól tudja, milyenek a református ősi kincsek, értékek. Ezért egy alkalomhoz illő éneket hoztunk, és reméljük, hogy a gyülekezettel együtt, bár mi hangunk szól, de lélekben együtt énekel. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves József, valóban egyrészt az elbocsátó gyülekezet nevében, a Debrecen nagykántori gyülekezet nevében köszöntelek, mint aki 1 évet töltött ebben a gyülekezetben, szolgált
idősek között és fiatalok között. Szolgált a énekkarunkban és az ifjúsági zenekarunkban. Szolgáltak olyanok között, akiknek van hajlékuk, és olyanok között, akik hajléktalanok. És ez a szolgálat, amit ott végeztél, ezt hűségesen Isten dicsőségét végezte. Egyrészt ennek a gyülekezetnek a nevében szólok, másrészt pedig talán szabad így fogalmaznom, a tiszteletű asszony Emese révén a család szedik nevében is köszöntelek téged. Azt kívánom, és az egyetlenet szóban szeretném összesűríteni, hogy légy hiteles, hitelesség. Amikor felnőtt a szószékre, amikor valakivel négy szem közt beszélsz, amikor bármit teszel, akkor a te szavaidat, cselekedeteidet, a hitelesség jellemezze. Amikor tanácsot adsz valakinek, amikor lelki gondozást végzel, akkor el tud mondani azt, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek mondott, hogy úgy tedd, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Az a hiteles ember, aki azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit mond. Tudom, hogy nagyon szép az időkeret, egyetlen egy rövid történetet hagy mondjak el neked, talán többen ismerik. Egyszer Valtna Gandhi az oda ment egy édesanyja kisfiával, és megkérte őt, hogy mondd meg neki az én fiamnak, ne egyen cukrot. Valtna Gandhi elgondolkozott, és a következőt mondta. Kérlek, hozd vissza a fiadat két hét múlva. Nem értette az asszony, nagy volt a tisztelet iránt a szívében, elment, azt mondta, igen, hogy így fogok tenni. Két hét múlva visszahozta a fiát, szemében nézett Gandhi, és azt mondta, ne egyél cukrot. Az édesanyja meglepődött, és utána megkérdezte őt, hát miért nem tudtad ugyanezt megmondani két héttel ezelőtt? Azért, mert akkor még én is ettem cukrot. Legyen meg a szavaid, az egész életed hiteles, Isten áldjon szeretnétel. Hiakazonyi Szent Gyülekezet, kedves szolgatása, én is emlékezetem fonalán visszatekintek a kezdetekre, amikor találkoztunk a homokerti gyülekezetben, azokra a szolgálatokra, amelyeket közösen végezhettünk, temetési szolgálatok, kántori szolgálatok, ifjúsági alkalmak, és örülök, hogy beiktatásod napján, éppen a napi ige alapján a szentségről, a szent szolgálatról, és a szent életről szólhatok. Ezek a dolgok összetartoznak, és ahhoz, hogy ezek az összetartozó dolgok szét ne választassanak, arra van szükséged, arra van szükségünk, hogy minden nap éljünk az Isten élő és ható igéjével, minden nap tárjuk fel kívánságainkat, kéréseinket az Isten előtt, és érezzük az ő boldogító, békességet adó közösségét, áldását. A jelenlévő és az itt lenni nem tudó, kibocsátó homokerti gyülekezet nevében, családom nevében kívánok áldást életetekre, szolgálatotokra, a korintusbeliekhez írott második levél harmadik részének harmadik versével, nyilvánvalóan Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok ti is, nem tintával, hanem az élőisten lelkével írva. Így legyen, így maradjon. Köszönöm.
szépen az eddigi köszöntéseket, és most a család nevében tiszteletes úr testvére Nagy Péter lelkipásztor mondja el köszöntő szavakat. Azt követően pedig dr. Papp Tibor görögkatolikus parókus. Kedves nem csak lelkipásztor testvérem, hanem testvérem vér szerint egyszer a családunk szerint, másszor pedig nagy öröm, hogy hitünk szerint a Krisztus védjében is testvérek lehetünk. A római levélben, 8. fejezetben van az ige megint, amit én annak idején a homokkertben kaptam konfirmációm alkalmával, és eltűnt, hogy nem emlékszel rá. Megkérdeztem egyszer egy este, néhány nappal a konfirmáció után, hogy közös szobán van, nem árulok el nagy titkokat azért, de közös szobán volt. Mikor fogom én ezt megérteni? És a legjobb, azt hiszem a legjobb választ kaptam. Én nem tudom, de te majd tudni fogod. Akkor haragudtam a bátyám, hogy nem mondta meg. Most ezt az igét és ennek a folytatását bízta az Isten az én szívemre. Római levélben a 8. fejezetnek a 28. versét és a 29. verset. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azoktól eleve el is rendelte, hogy hasonlókkal legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Bennünket annak idején sokszor hasonlítottak egymáshoz, mondták, hogy még talán ikretnek is elmennénk, pedig azért van köztünk különbség. Sőt, sokszor hasonlítottak bennünket a nővérünkhoz, és az ő dicséretének legyen szólva, hogy sokszor a bátyainak néztek bennünket. De olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy ugyanazt a szeretetet kaptuk. Édesapánktól, édesanyámtól, családtagjaimtól, nagyszüleimtől. És ugyanazt az útra valót kaptuk, amit én a kezemben tartottam, a szószéken tartottam, az Istennek az igéjét, és példát arra, hogy hogy lehet ráfigyelni minden napunkban. És azt mondja, ez az ige, hogy javunkra szolgál, még egy ilyen öcs is, egy ilyen család is, akik mi vagyunk, mert az Istennek van egy elhatározása. Lehet, hogy rólad, meg rólam nem mondta senki, hogy e fiúból kapta ezt akárki meglássa, amikor kint a családi kertben dolgoztunk, izzadtunk néha, meg mérgelődtünk, bángoltunk, hogy lenne nekünk más dolgunk is, de mégis minden javunkra szolgál. Az Istennek az elhatározása az, hogy nem fantáziát látott bennünk, hogy milyen két szép szállat legény ez, milyen jók lesznek lelkésznek, hanem ő gyermekeiként tekintett ránk, és ma is így tekint. Egyetlen célja van velünk, hogy ő hozzá hasonlóká legyünk, ne egymáshoz, hanem ő hozzá hasonlóvá. Ő az első szület a testvérek között, én így köszöntelek testvérek, én családban, Isten áldjon meg szolgálatot. Kedves testvérem, egészen másképpen, de mégiscsak én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon mélye. A mai napon, ahogy itt állunk, még kicsit előrevetítnék a holnapi napnak az eseményeire, amikor Krisztus mindannyiunknak nagyon jó példát mutatott, hogy hogyan kell előre haladni. Mert Krisztus szerintem azt mutatta meg nekünk igazán, akkor bevonul Jeruzsálembe, hogy nem lehet megállni. Legyen bármilyen leragasztó szenvedés is egy embernek, vagy akár egy gyülekezetnek az életében, vagy legyen bármilyen öröm is, ami akkor tapasztalt meg, amikor őt köszöntötték, vagy amiért most élsz meg, hála Isten. Legyen nekünk Krisztus abból a szempontból is példaképünk, hogy mutassuk meg, hogy hogyan kell tovább lépni. Azon az úton, ami a teljesség felé visz minket. Azon az úton, amelyen, ahogy biblikus nyelven mondanánk, a mennyei Jeruzsálembe készülünk, mi mindannyian. És nekünk krisztusiaknak, keresztényeknek úgy kell élnünk, hogy a
az utunkról is leolvasható legyen, hogy milyen cél felé tartunk. Én így ilyen emberek ismertelek meg téged. Nagyon bízom benne, hogy továbbra is a kapcsolatunk olyan lesz, hogy azt fog látszani az életeden, a szavaidon, hogy te a mennyei Jeruzsálem felé lépkedő ember vagy. És még egy dologra szeretném figyelmet ráirányítani ma. Márk evangéliumában, amikor Krisztus a tanítványokat elküldi, akkor azt olvashatjuk, hogy kettessével küldte őket. Hát még Nyírpozonyban így visszük ketten, próbáljuk ketten ugyanabba az irányba vinni. Én bízom benne, hogy ugyanazt a szekeret. És ahogy mindenki tudja, hogy milyen jó kapcsolatban vagyunk, mondhatom, hogy barátságban vagyunk. Ha már az ökumenikus istentiszteleten megemlítetted, akkor én meg itt mondom el, hogy még a kutyáim is együtt bandázom. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a munkát, amit Krisztus bízott ránk, külön-külön és együtt is, hogy a nyírpazonyiakat közelebb vezessük az Isten országához, hogy tudjuk nekik hitelesen hirdetni az evangéliumot, hogy ebben a munkában az Isten áldása fog minket kísérni, és ez a barátság, ez az együtt haladás, ez ezután is jellemző rá. És még egyet rólad, mert sok mindent hallottunk, hallottuk, hogy szeret zenélni, de főleg, hogy nagyon. Ezért ezt az ajándékot, amit Sió András grafikus művész tegnap még frissen dedikált, fogadd el tőlünk. Én bízom benne, hogy ahogy itt a lélek erre a gitározó jó emberre száll le, téged is így fog mindig eltölteni az Isten szent lelke, akár a gitározásodban, akár az ige hirdetésedben, akár ennek a gyülekezetnek a vezetésében. Jó Isten adjon neked erő, egészséget, áldást hozzá. Lelkészi kamara kórus énekes köszöntése után polgármester úr Kubai Lászlót kérem, hogy zárja a köszöntése során. Én vagyok az élet.
ünneplő gyülekezet, kedves ünneplő közösség, Gyülekezet Község önkormányzata és a képviselőtestület nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen ünnepi alkalommal. Kedves tiszteletes úr, kedves jelenlévők, egy-egy település gazdagságát, fejlődését és fejlettségét nem csak anyagi javakban lehet mérni, sőt, pontosítok, nem elsősorban anyagi javakban és megvalósuló beruházásokban kell mérni. Van egy ennél sokkal fontosabb dolog az életünkben, amire büszkének kell lennünk, amit mindenképpen óvnunk kell. Ezek pedig azok az emberek, azok az itt élő nyírpazonyi emberek, akik nagyon-nagyon sokat tudnak tenni egy-egy közösségért, és akik példamutató munkájukkal, cselekedeteikkel, magatartásukkal kivívják az egész nyírpazonyi lakóközösségnek, egy-egy közösségnek a tiszteletét és megbecsülését. Esperes úr említette, hogy több mint egy éve szolgálsz már a településen. Én azt mondom, hogy ezen munkásságod alapján elmondhatod, hogy tagja vagy, büszkén vallhatod magad tagjának ennek a kis csoportnak, ennek a közösségnek, amit én most itt említettem, hiszen képes vagy összefogni, koordinálni és irányítani ezt a nyírpazonyi református gyülekezetet, és ami legfontosabb, képes vagy megnyitni a szíveket Isten igéjének a meghallgatására és a lelkünkbe történő befogadására. Talán ez a legnagyobb dolog a mai zűrzavaros világunkban. Én kívánom neked, hogy a nyírpazonyi református gyülekezet teljes tagja, teljes közössége sorakozzon fel melletted, és kérem tőled, imádságaidban hirdessed az összetartozás, a megértés, a szeretetnek az üzenetét. És én biztos vagyok benne, hogyha a nyírpazonyi református egyházközösséggel közösen gondolkodtok, közösen cselekedtek, közösen éreztek együtt, akkor Isten áldása is lesz a munkátokon. Kívánom neked, hogy még nyírpazonyban hosszú éveken keresztül érezzétek a nyírpazonyi lakóközösségnek, a nyírpazonyi református gyülekezetnek áldását, tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. Isten áldja munkáját! Kedves testvérek, egy néhány hirdetést szeretnék elmondani, de a hirdetések elején hadd álljon ott a köszönetmondás. Nem fogok név szerint sorolni mindenkit, akinek köszönetet szeretnék mondani, de engedtessék meg azt, hogy összefoglalóan azért hadd hangozzon el a köszönetnek és a hálának a kifejezése. Először is köszönöm mindenkinek, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek, hogy ennek az ünnepi Isten tiszteletnek közösen lehessünk részesei, hiszen, hogy Isten gazdag áldásokat készített és átadta mindannyiunknak. Köszönöm püspök úrnak, hogy elvállalta sűrű teendői közepette is a mai szolgálatot. Köszönöm Esperes úrnak is a jelenlétét, és azt a támogató segítséget, amivel hát nem csak itt, hanem az eddigi lelkészi pályán és a felkészülésben is végig mellettünk állt, mellettem állt, és segített mindabban, amiben az ő segítségére rászorultam. Köszönöm Istennek a családomat, mindazokat, akik a családhoz tartoznak, mindegy, hogy a szebbik ágon, vagy a kevésbé optikai szépséget kevésbé nyújtó ágon. Köszönöm a szüleinknek, a testvéreinknek, az egész családnak, hiszen azt gondolom, hogy könnyű dolga van annak, akinek jó családja van. Én elmondhatom magamról, hogy jó családom van, jó családunk van. Én így éltem meg, és így érzem. És könnyű dolga van annak, akinek jó gyülekezete van. Nekem jó gyülekezetem van. Köszönöm a gyülekezet minden tagjának. A mostaninak is, a mostani gyülekezetnek is, meg a korábbi gyülekezetem tagjainak is. Azt a sok imádságot, odafigyelést, amivel
kísértek, és amivel hiszem kísérni fognak ezután is. A családom közösségén belül azért külön szeretném megköszönni Istennek a feleségemet, és megköszönni mindazt, amit benne és rajta keresztül Isten nekünk ajándékozott. Meg lesz. Meghívást szeretnék átadni a testvéreknek, mégpedig az Isten tiszteletet követően, szeretett vendégségre, ahol is megkóstolhatjuk mindazt a megterített asztalok mellett, ami a szeretetnek megtestesült, anyagiassá vált formájában elénk kínálkozik, mindazoknak az adományát, akik szeretettel készültek és készítettek mindent erre a mai napra. Nekik külön is köszönöm, és engedjék meg a testvérek, hogy mivel most nem sorolhatunk mindenkit név szerint, így majd egy-egy kis köszönetmondással megkereshessük a testvéreket, nyilván nem a mai nap, vagy nem a holnapi nap folyamán, de az előttünk álló néhány napban szeretnénk a köszönetünket kifejezni így is. És szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy a mai istentiszteletünk teljes adományából egy alapot szeretnénk képezni a leendő gyülekezeti háznak a kialakítására.